vagyok, 21 éves. Jelenleg Bodajkon a hangszíntér művészetiben tanulok grafikát, 5. éven. És Fehérvárban lakom. Körülbelül 10 éve járok ide a gyülekezetbe. Plusz-minusz pár hónap. Nagyjából 9 éve döntöttem úgy, hogy az életemet Istennek adom. És ez volt életem legjobb döntése. Igazából nem emlékszek arra, hogy nagyjából milyen voltam, mielőtt a gyülekezetbe jöttem. Annyit tudok, hogy és arra emlékszem, hogy egy zárkózott kisfiú voltam, aki nem tudott beilleszkedni az iskolába. De azóta eltelt már nagyon sok év, és hát történtek velem a hajmeresztő dolgok. 14 éves koromban elváltak a szüleim. Édesapám 16 éves koromban halt meg, aztán nevelőszülőknél voltam, egy nagyon rossz iskolában, és mi mindez alatt is Isten tartotta bennem a lelket, hogy ne adjam fel, és hogy érdemes még csinálni. Az életem akkor változott meg igazán, amikor rossz útra tértem, de ugyanúgy jártam még a gyülekezetbe is, és rossz társaságba keveredtem, rossz szokásokat vettem fel, és ezekhez nagyon kötöttem magam. És néhány hónapja történt meg újra, hogy egyszerűen ezt már tarthatatlannak gondoltam, hogy keresztény vagyok, és gyülekezetbe járok, de közben ugyanazokat a dolgokat csinálom, mint eddig. És néhány hónapja elkezdtem ezen változtatni, és ezt észrevették a barátaim is, és egyik osztálytársamat elhívtam. És eljött, és igazából ő is ebből a társaságból jött, ahol mozogtam régebben, tehát így együtt ittunk, együtt csináltunk még egyéb dolgokat, és nagyon ellenezte a gyülekezetet, viszont elhívtam, és élvezte ezt az egy-két alkalmat, amit itt töltött, úgyhogy remélem, hogy az ő életében is elkövetkezik majd ez a változás, mint az enyémben. A karácsony tíz szava így változtatta meg az én életem.